Kultúrösvény mai adásában először Makkos Jánosiba látogatunk, ahol versfával méltatták a Magyar Költészet napját. Innen Magyarország beregszászi konzulátusára indulunk, Habda László festőművész kiállításának megnyitójára. Majd részt veszünk a Kárpátaljai Hazajáró Egylet Szülőföldem Szép Határa elnevezésű honismereti túráján. Végül Csonka Papiba viszutunk, ahol első alkalommal szervezett online locsolóversmondó versenyt Csonka Papi Hetyen Kispapi előjárói hivatala. Tartsanak velünk! Juhász Gyula, szerelem? Én nem tudom mi ez, de jó nagyon. Elvérezni némely szabadon, mint alkonyék felhőjén, mely ragyog, s rajta dúl derengő csillaguk. Én nem tudom... Több mint 30 magyar költők verseit tartalmazó piros, fehér és zöld lapocska várta az érdeklődőket Makkos Jánosi főterén azon a versfán, amelyet a Magyar Költészet napja alkalmából készítettek a helyi kultúrház munkatársai. Idén a korlátozások miatt rendezvényre nem kerülhetett sor ezen a napon, ezért a szervezők így módon szerettek volna tisztelegni magyar költőink előtt. A fán elhelyezett, lapokra írt versek közül az arra járók levehették, s hazavihették a számukra legkedvesebb alkotást. Tavaly március óta ugye tartó járvány helyzet miatt ugye sajnos folyamatosan korlátozások vannak érvényben, és ugye nem igazán tudunk foglalkozást tartani ugye a gyerekekkel, rendezvényeket szervezni, ezért mi is az online térbe szorultunk, és akkor létrehoztuk egy évvel ezelőtt a Jánosi Kultúrház Facebook oldalát, ahol különböző versenyek, felhívásokat teszünk közzé, mindig az aktuális ünnepek, jeles napok, nemzeti ünnepek alkalmából. Ugye most április 11-én a Magyar Költészet napja alkalmából akkor jött az ötlet, hogy készítsünk egy versfát itt a községháza előtti kis parkban, egy fát díszítettünk fel, úgymond versekkel, magyar költők verseivel, megtalálható Tóth Árpád, Juhász Gyula, Radnóti Miklós versei, amit piros-fehér-zöld kis lapokra nyomtattunk, és nemzeti színű szalagokkal feltűztük, felfüggesztettük a fára. Ennek a felhívásunknak a mottója, hogy vigyél haza egy verset, és bárki, aki erre jár, leszakíthat egy verset, és még arra kértük a résztvevőket, hogy készítsenek egy fotót, egy selfit a fánál, amit közzé tudunk tenni az oldalunkon. Kányádi Sándor, tárgyak. A tárgyak lassan fölveszik vonásaink, szokásaink. Hozzánk lényegül ágy és asztal, bensőket őrzi, kitapasztal. Kanál, pohár, villa és csésze lesz az embernek alkatrésze. A Magyar Költészet napját 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünneplik. Minden évben ilyenkor irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és versenyekkel tisztelegnek a magyar líra előtt. Bekfi Mária magyar szakosként jó ötletnek tartja ezt a kezdeményezést, hiszen, mint mondja, a fiatalok egyre ritkábban olvasnak szép irodalmi kiadványokat. A versfa pedig segít megismertetni és megszerettetni velük nagy magyar költőink alkotásait.
Kárpátalja szerte egy nagyon fontos esemény. Ezt láthatjuk akár az itt előttünk álló versfáról is, és Kárpátalja szerte egyre több ilyen kezdeményezés van, hogy szeretnénk megmutatni, hogy milyen költők, irodalmárok vannak, akik rólunk, nekünk írnak. És szerintem nagyon fontos, hogy megemlékezzünk erről a napról, meg ünnepeljük ezt a napot, mivel a költészet a napi szinten velünk van, én úgy gondolom. Akár elolvasunk egy idézetet, egy verset, hogyha könyvet olvasunk, ami manapság egyre többször úgy látom, hogy kiveszik az... Tehát egyre kevesebben vesznek könyvet a kezükbe, de pont azért szükségesek ezek a napok, hogy megünnepeljük és felhívjuk a figyelmet arra, hogy még mindig szükségünk van az irodalomra, mert az nagyon sokat ad nekünk. Talán sokszor nem is gondolnánk, hogy elolvasunk egy vers részletet, és pont megszépíti a napunkat, szebbé teszi, vagy pont a lelkünknek szól, mert nagyon sokszor egy-egy odaillő vers a lelki állapotunkat is szebbé tudja tenni, és megvigasztal akár egy-egy sor. A mai modern korban, a modern eszközök mellett nagyon nehéz felhívni a fiataloknak a figyelmét arra, hogy verset olvassanak, és egyre jobban kihalóban van, és azért is jó, hogy egy ilyen versfa talán, vagy amikor verseket ragasztanak a különböző oszlopokra, lócákra, hogy ha leül egy fiatal elolvas, és talán kedvet kap arra, hogy rákeressen arra a vers részletre, és elolvassa az egész verset, és ezáltal akár megszeretheti az irodalmat is. Ugye ma már a közösségi oldalak nagyban segítenek abba, hogy népszerűsíteni tudjuk ezeket az alkalmakat, és egyre több olyan költő is közzéteszi egy klubban, hogy milyen verseket ír, és úgy talán többen is elolvassák, mint hogy elmenjenek a könyvtárba és kivegyenek egy verskötetet. Talán én azt mondom, hogy lehet el fogjuk érni egy-két éven belül azt az időt, hogy megint divatba jön a versírás, a versmondás és a versolvasás. Legalábbis én nagyon szeretném ezt, és biztatok minden fiatalt is arra, hogy minél többször olvasson akár naponta verseket. A szervezők ezzel a kezdeményezéssel hagyományt szeretnének teremteni Makkos Jánosiban, hogy így módon is minél több emberhez eljuthassanak a magyar irodalom lírai gyöngyszemei. Habda László kárpátaljai festőművész alkotásaiból nyílt kiállítás Magyarország beregszászi konzulátusán. Hamarosan ide látogatunk. Kárpátaljai festészeti tradíciókkal vegyítve olyan egyéni hangvételt és stílust alakítson ki, amely egyaránt megfelel a legkorszerűbb nemzetközi és helyi kárpátaljai törekvéseknek. Habda László tárlatával folytatja évek óta tartó kultúrmisszióját Magyarország beregszászi konzulátusa. A kiállításra látogatók egy olyan kortárs kárpátaljai festőművész alkotásaival találkozhatnak, akinek művészete egyaránt merít a kárpátaljai festőiskola hagyományaiból és a nemzetközi kortárs képzőművészeti irányzatokból. Munkásságát a kísérletezés, az útkeresés jellemzi. Festményeinek újszerűsége meghökkenti, de egyben gondolkodásra is készteti a nézőt. A mi célkitűzésünk az, hogy egy teljes képet próbáljunk bemutatni Kárpátalja művészetéről, illetve a kortárs művészetig terjedő, hát talán így az utóbbi néhány évtized művészeti irányzataiból. Nem maradhat ki a 21. századnak a jelenkora ebből a felvonulásból, és örülök neki, hogy Kárpátalján egy olyan művészt tudtunk meghívni, aki hát megtisztelő módon elfogadta ezt a meghívást, ifjabb Habda László, aki egy nem figurális, absztrakt, tulajdonképpen egy szenzuális festészetet
művel magas szinten, és ugye ezek a képek, ezek bizonyos hangulatokat, érzéseket adnak át, és aki ugye ezt meg tudja csinálni, az igazán komoly virtuóza a színeknek és a technikának. Habda László festészetét az absztrakt felfogás, merész asszociációk, valamint a dekoratív színek jellemzik. Hangsúlyozott szerepet kapnak a vibráló élénk árnyalatok, vagy épp ellenkezőleg a megnyugtatóan egységes tónusok. A fekete szín iránti vonzódása a 2008-ban készült festmények ciklusában bontakozott ki. Jelen tárlatára a művész az utóbbi években készült alkotásaiból válogatott. A művésznél az a fontos, hogy ne álljon meg, és erre sajnos nem tud rájönni fiatal korába, mert vannak olyan periódusok, amikor fölkapnak téged, és akkor vesznek, és akkor te azt hiszed, hogy na ez az most már, és nekem apám szerencsére nagyon jó és komoly művész volt, és azt mondta, fiam, hogyha kezdenek venni tőled képet, akkor épp ide elgondolkodni azon, hogy mit csinálsz. Azért a művész nem áll meg. Az a pontos, hogy ne úgy álljon hozzá, mint egy valami mindennapi reggelkelés, estig dolgozás, nem. Én akkor festek, mikor nekem van kedvem. Ha nincs rá kedvem, és sok idő ment el, akkor muszájon keresztül csinálom, és akkor valamit elkapok. Apám azt mondta, hogy gyerekkoromban, amikor térgyen állva rajzoltam 2 órát, azt mondja, na fiam, ezt így kell csinálni egész életed korában, mintha játszanál. Művészet az egy nagy és komoly játék. Habda László első önálló tárlatára 1990-ben került sor. Később számos önálló kiállítása volt, többek között Kassán, Sninán, Moson-Magyaróváron, Uzsicán. 2002-ben munkásságát Boksai József, Erdélyi Béla, megyei képző és iparművészeti díjjal ismerték el. 2009-ben megkapta az Ukrajna érdemes művészet címet. Akaratlanul is figyeltem a alkotói útját, és azért láttam azokat a fejlődési folyamatokon, amíg átment. Ugye voltak egy ilyen teljes, ilyen zárt korszakai, aztán ilyen nyitott korszakai voltak. Ez a korszak, ami most itt elénk van tárva, ez az utolsó 5-6 évben eltelt képekről van szó, ami igazából mindig meglepetés. Mindig egy érzést próbál kézbesíteni. Festékkel, vászonnal, ecsettel, bármivel. Tehát a minimalista rendelkező eszközökkel. Viszont ebben meg maximalista, hogy az érzést úgy fejezze ki, amit átérez. Mindig élmény megnézni a műveit, és mindig élmény megpróbálni azt átérezni, amit ő átérzett, és amit lát, és ahogy látja. Tehát ezért érdekes egy ilyen kiállítás. Habda László modern alkotásaiból álló tárlata megtekinthető Magyarország Beregszászi konzulátusának Munkácsi Mihály galériájában. A konzulátus munkatársai előzetes bejelentkezést követően kisebb csoportokban tudják fogadni a látogatókat. Szülőföldem szép határa névvel hirdetett honismereti túrát a kárpátaljai hazajáró egylet, amelyik ezúttal a Beregdom vidéket célozta meg. Nem sokára ide látogatunk. Mi vagyunk azok, akik próbáljuk mozgatni azokat a bizonyos rugókat. Szeretett vendégség és jó hangulat kora reggel Nagyberegen, indulás előtt Bíró András udvarán. Szülőföldem szép határa névvel hirdetett ugyanis honismereti túrát a kárpátaljai hazajáró egylet,
amelyik ezúttal a Beregi dombvidéket célozta meg. A 2019-ben alakult egylet segítségével, kortól függetlenül, rengeteg kiránduló ismerheti meg vidékünk gyönyörű tájait. Szülőföldem szép határa, nekem mindenképpen szülőföldem, hiszen én nagyberegi vagyok, és ettől kezdve ugye a nagyberegi táj, illetve a hozzá kapcsolódó dombság az a számomra mindenképpen kedves, és ezt szerettem volna megmutatni a túratársaknak is, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy Nagyberegtől Muzsaig, majd Muzsajon keresztül, Kukján keresztül egészen Beregszászig tart majd a túránk. Ezen a 20 kilométeren ismerkedünk végig magával a beregszászi dombsággal. Akár szezonnyitó túrának is nevezhetném, persze nem az, hiszen januárban már voltunk, már elkezdtük a 2021-es évet, de tavasszal mindenképpen ez az első túránk. A beregszászi dombság több szempontból is érdekes. Az egyik, ha már így érdekesnek mondhatom az ilyet, hogy turisták nem igazán látogatják. Nincsenek jelzett túraútvonalak, ezt most mi is megtapasztaltuk egy kicsit, hiszen bozótos részen szakaszon haladunk keresztül. Ami miatt igazán érdekes ez, hogy például az a vidék, ahol most állunk itt Nagy Muzsaj fölött, különböző bányákkal is találkozhatunk. Találkozhatunk közvetlenül a hátam mögött egy kőfejtővel. Egy kicsit tovább megyünk, akkor ott a perlit bánya, amit ugye építkezési anyagok gyártásában, hőszigetelésben tudnak kiválóan alkalmazni. Van egy kaolin bányája a beregszászi dombságnak, amiről tudjuk azt, hogy a monarchia idején innen Bécsig szállították a kaolint, és a méltán híres és kiváló bécsi porcelán is készült belőle, a Nagy Muzsai kaolinból. Aztán, ha még tovább megyünk, akkor aranybányával találkozhatunk. Tehát a beregszászi dombság amellett, hogy kicsikének tűnik, és mintha jelentéktelen lenne, mégis óriási jelentőséggel bírta a maga idejében. A szervezők ezúttal meglepetéssel is készültek, hiszen elkészült a kárpátaljai hazajárók saját zászlaja is, melyet a tagok most láthattak először. A Nagybereg, Kovászó, Bene, Muzsaj, Kukja, Beregszász útvonalon csodás tavaszi időben 20 kilométert tettek meg a résztvevők, miközben kézről kézre adták a lobogót, hogy mindenki átérezze, ez mostantól az övék is. Minden közösségnek van egy szimbóluma, ami kifejezi a közösségnek az értékrendszerét, és úgy gondoltuk, hogy a kárpátaljai hazajáró egylet megérett arra, hogy ezt a szimbólumrendszert megjelenítsük, és egy saját zászlót készítsünk el. És hát ettől az ötlettől vezérelve terveztem meg ezt a zászlót. A zászló alap színe a fehér, ami a tisztaságot és az egyszerűséget jelképezi. Jelképezi azt, hogy nem követünk semmilyen szélsőséges ideológiát, hanem mi a természet szeretetet, a haza szeretetet és a hagyományoknak a tiszteletét követjük és ebben hiszünk. A zászló közepén látható a Kárpátaljai Hazajáró Egyletnek a címere, és fontos itt megjegyeznem azt, hogy ez a címer majdhogy nem azonos a Magyarországi Hazajáró Egylettel, hiszen nem szeretnénk elszakadni tőlük, mi a szellemi részesei vagyunk annak a folyamatnak, amit ez a műsor elindított Kárpát-medence szerte. Ugyanakkor ez a címer fel van ékesítve két ággal. Az egyik oldalon található egy tölgyág. A tölgyfa, a tölgyág az erőt szimbolizálja, és a kitartást szimbolizálja. A másik oldalt pedig a babér ág, a babér koszorú pedig a dicsőséget szimbolizálja, és hát így gondolkodtunk közösen, hogy talán erre van a leginkább szükségünk, hogy legyen elég kitartásunk a túráinkhoz, és a végén nem marad el a dicsőség. A résztvevők már nagyon kivoltak éhezve a kiadós túrára. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a mostani kirándulásnak 55-en vágtak neki. A legidősebb 65, a legifjabb túrázó pedig mindössze 5 éves volt. A gyönyörű napos időnek köszönhetően még csodálatosabb volt az amúgy is páratlan vidék látványa. A Kárpátaljai Hazajáró Egyletnek ez volt az 5. túrája a 2021-es évben. Eddig rekordszámú résztvevők jelentkeztek, több mint 50 fővel indultunk útnak. És hála jó Istennek nagyon szép időnk volt. Gyakorlatilag egész végig napsütésben jöttünk. A legidősebb túrázónk 60 év fölött volt, a legfiatalabb pedig 5 éves kisfiú volt. Több mint 20 kilométert tettünk meg, és nagyon kalandos úton vagyunk túl.
benőtt bokrokon és árkon keresztül kellett átvergődni magunkat, de itt vagyunk a Beregszászi Kerekhegyen, a keresztnél. A célállomás a Beregszászi Kerekhegyen lévő kereszt volt. Azt egylet tagjai minden túra végén eléneklik a magyar himnuszt, majd közösen elmondanak egy imát is. Ez alkalommal pedig hagyomány teremtve közösen mondták el azt a Vasa Albert idézetet, mely az egylet dobogójára is felkerült, hiszen ez a zászló fontos üzenetet hordoz, melyet minden tagtársuk magáénak érezhet. A szervezők valószínűleg a mostani túra után sem pihennek sokáig, hiszen már jelentkezni lehet a következő túrájukra. Első alkalommal szervezett locsolóversmondó versenyt Csonkapapi, Hetyen, Kispapi elöljárói hivatala. Hamarosan a díjátadó ünnepségre látogatunk. Felhírat ismét húsvét reggele, a feltámadásnak dicső szép ünnepe. Amikor mennyei kéz nyitotta meg a zsírt, fényes angyalok hirdettek öröm hírt. Nincs már itt az Úr, bizonnyal föltámad, csüggedő szívekből szálljon el a bánat. Első alkalommal szervezett locsolóversmondó versenyt Csonkapapi, Hetyen és Kispapi előjárói hivatala. Az online vetélkedőn az óvodás és az általános iskolás kisfiúk mérhették összetudásukat. A szavalók beküldött videófelvételeire egy hónapig lehetett szavazni a három település községházájának közösségi oldalán. Szerettünk volna másképpen, bővebben, egész kistérségre terjedően egy szavalóversenyt szervezni, de sajnos erre volt lehetőségünk karanténhelyzet miatt. Így jött az ötlet, hogy mivel a községünknek Facebook oldala van, hogy a Facebook oldalon keresztül egy online szavaló versenyt szervezünk. 20 pályamű érkezett, amit a Facebookon közzétettünk, és a versekre érkezett lájkok vagy tetszikek számától függően értékeltük a helyezéseket. Az elmúlt 5 hónapban, amióta én lettem az előjárója ennek a három településnek, tapasztaltam azt, hogy községek lakói igenis vevők és óhajtják, éhesek a kulturális rendezvényekre. Megmutatta ezt a karácsonykor megszervezett kézműves hétvégénk, amit Hetyenben és Csonkapapiban szerveztünk, ahol szintén nagyon sok gyerek jelentkezett. Számomra mindenképpen azt tükrözi ez, hogy igenis szükség van, és óhajtják az emberek a kultúrát, a kulturális rendezvényeket, és mindenképpen azon leszünk, hogy minél több ilyet meg tudjunk valósítani. Adjon a jó Isten boldog ünnepeket, mindenféle jókkal lásson el titeket. Az öreg nagyapám így köszöntet adott, örvendjetek vígan, Jézus feltámad. A nyerteseket a feltöltött produkciókra leadott kedvelések száma alapján hirdették ki a Csonkapapi gimnáziumban. Az első helyezettnek járó ajándékcsomagot Sütő Bálint vehette át. Azért választottam, mert nekem tetszik, meg olyan jó. És ki segített megtanulni? Az anyukám. Máskor is szoktál verselni? Igen, az Oiba. Bálint anyukája szerint fontos, hogy a gyerekek már óvodáskorban megismerkedjenek magyar népszokásainkkal, hagyományainkkal. Ezért is nevezte be fiát erre a versenyre. Szeretném, hogy azért érezzék át azt, hogy nekünk milyen volt gyermekkorunkban egy húsvét, vagy hogyha a fiúk elmondhattak nekünk egy locsola verset. Szerintem ez fontos. És máskor is szoktak versenni, vagy csak ilyen locsoló verset most? Nem, mert szeretjük az ilyen kis mondókákat, kis dalocskákat, ilyesmit, na, szeretünk vele foglalkozni. A Csonkapapi gimnáziumban jelenleg 72 tanuló jár. Sütő Gábor igazgató elmondása szerint az iskola pedagógusai nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a tanulókkal megismertessék és megszerettessék magyar népi kultúránkat. Magyar nyelv ápolását mindenféleképpen fontosnak tartjuk, ugyanis falunk tiszta szín magyar, tehát nálunk nem jellemző az, hogy már ukrán iskolákba adják a szülők a gyerekeiket. A hagyományokat igyekszünk mindenféleképpen ápolni. Az elmúlt év ugye ez a járvány miatt ilyen tánckörünkkel is vannak, tánckörjeink is vannak, de nem igazán tudtunk ebben az ügyben most
életképes táncokat létrehozni a járvány miatt. Hát így a húsvéti körben minden évben szoktunk itt tojáskiállítást szervezni. A gyerekekkel megyünk a falu központjába, most is van egy tojásfa állítva, amit így közösen díszítettünk fel a gyerekekkel. Hát a locsolás az idén az ugye csak ilyen online térben sikerült megvalósítani, de a gyerekek azért verseket tanulnak az iskolában is, locsoló verseket. Van az iskolánkban egy tájismereti múzeum, amit a falvaink, azért mondom, hogy több falvaink, mert papi és kispapi is hozzánk tartozik, ahol összegyűjtött régi tárgyak vannak elhelyezve a múzeumunkban. A terveim között szerepelne egy ház megvásárlása vagy megszerzése, hova egy falu múzeumot tudnunk létrehozni. A mostani locsoló versmondó versenyen való nagy számú részvétel is bizonyíték annak, hogy Csonkapapi, Hetyen és Kispapi lakói igénylik a kulturális programokat. Érzékenyek az újra, a szépre. Rohanó világunkban pedig fontos, hogy megőrizzük hagyományainkat, és továbbadjuk azt a felnövekvő nemzedéknek, vallják a szervezők.